A 2018-as szélsőséges száraz időjárás kedvezőtlenül hatott a burgonya termelő területekre, hazánkban és a környező nyugati országokban egyaránt. Ennek következménye kép február közepére elfogyhat a magyar burgonya, és az import áru is drágább lesz a terméskiesés miatt. Az étkezési burgonya termesztéséhez legmegfelelőbb a nedves, esős időjárás, így a legutóbbi száraz meleg nyár miatt visszaesett a termelés a hazai piacon, és a hasonló klíma miatt a nyugati országokban egyaránt. Azonban az ott előállított mennyiség mégis közel 60%-kal több lett, mint itthon, mondta el Szabó Kristóf, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács nemzetközi ügyekért felelős képviselője. A magyar termésből származó étkezési burgonyát elhasználta az ország, megettük, kifogytak a tárolókból. Ennek az az oka nem az, hogy több krumplit ettünk, hanem az, hogy kevesebb termet, aminek első, hát a legfőbb okozója az a szárazság volt, a forró nyár, amit sokan közvetlenül a klímaváltozás hatásának is tulajdonítanak, de Magyarországon azért okozott ilyen nagy kárt ez a szárazság, mert a termelők nem voltak felkészülve öntözési lehetőséggel, illetve még mind a mai napig nagyon alacsony a fémzárolt vetőgumó használata, és sokan visszaültetik a burgonyát, amivel saját termésüket kockáztatják, és így várható olyan eredmény, amit a KSH adatai szerint 25-26 tonna per hektáros termésből ennyi burgonya termett, ami már akár január végére biztos, hogy el is fog fogyni a hazai piacról. Január vége az már gyakorlatilag el is fogyott. A magyarok átlag krumpli fogyasztása körülbelül évi 30 kg-ot tesz ki, és már máskor is előfordult, hogy az év elején elfogyott belőle a hazai készlet. A termesztés feltételeinek elegettéve azonban is az időjárási körülményektől függően hamarosan ismét javulhat a helyzet, tette hozzá Szabó Kristóf. Még mindig áll a hiedelem, hogy ez a népi bölcsesség, hogy a burgonyát nem kell öntözni. Ez nem igaz, a burgonyát igenis öntözni kell, főleg a magyar klímán. És amikor még spórolni próbálnak a növényvédőszerekkel is, mert azt mondja, hogy hát még csak éppen, hogy csak megcsípte a betegség, akkor ott megint elúszik, mert az már utána már ugye, növényvédelemnek az elsődleges és legfontosabb irányelve a megelőzés. Nem a betegséget gyógyítani kell, nem is lehet rendesen, hanem meg kell előzni. És így lehet biztosan nagy hozamot elérni. Azoknak, akik olyan alacsony volt a termése, akkor azok kiszállnak a versenyből. Itt ugye a minőség is számít, és az öntözés nélküli burgonya minősége is jelentősen elmarad az öntözött burgonya minőségétől. Az árakról várhatóan már nyugaton se fognak előkerülni a raktárakból új készletek, tehát ez az ár, ez maradni fog, ha nem fog még jobban megugrani, ahogy fogynak tényleg így az európai szintű készletek. Még várható emelkedés, ami megmentheti a túl magas áraktól a vásárlókat, az egy nagyon korai tavasz. Egy most is ugye egész jó idő van a burgonya termesztéshez. Ha ez kitart és nem jön vissza a tél, akkor már korán lehet új burgonya termés, és akkor az majd rendben teszi mind a készleteket, mind az árakat visszazökkenti normális mederbe. A probléma megoldásáig azonban drágább élelmiszerárakra, az éttermekben és menzákon pedig változó olcsóbb köret választékra lehet számítani, hívta fel a figyelmet a szakember. A speciális fajták viszont, mint például az édes burgonya, továbbra is változatlan piaci áron kapható.